Sziasztok, Falan vagyok, és hát a mai visszajátszásban az E75-ös 9-es szintű nehéz tankját fogjuk megnézni a németeknek, de mielőtt belemennénk a dologba, szeretnék két dolgot bejelenteni. Egyrészt az, hogy elértem az 1000 feliratkozót, amit köszönök nektek. Nemrég volt a 100. videó, most pedig az 1000. feliratkozó, nem semmi mérföldköveket lépünk túl. Azt már most megígérem, hogy a 2000-et valaha elérjük, ami valószínűleg nem mostanában lesz, akkor ott valami nagyon speciálisan rukkolok majd elő, amit úgymond megkaptok tőlem. De hát majd emlékeztessetek rá, hogyha odáig eljutunk. A másik, amit szerettem volna mondani, az, hogy irtozatos mennyiségű visszajelzést kaptam, és nagyon-nagyon jókat, aminek nagyon örülök. Ugyanakkor nagyon sokat szeretnék felrakni, és ugye ez valahogy bele kell sűríteni a dolgba, úgyhogy most egy picit gyorsabban jönnek majd a visszajelzések, így talán naponta, ha sikerül, egy darabig. Mert tényleg annyi jó van, illetve én is csináltam jó pár jó meccset, amit szeretnék megmutatni. Meglátjuk. Na és ilyen, ez az egyik ilyen lesz. Ez egy olyan tank, és ja igen, azt szerettem még elmondani, hogy nagyon sok olyat kaptam, ami eddig még nem volt. Tehát olyan tankokról, amik még nem szerepeltek a csatornán, úgyhogy ez különösen izgalmas. És ilyen az E75-ös is. Az E100-ast, a 10. szintű tesót, azt már láttuk ugye egy fantasztikus meccsben. Itt most az E75-öset fogja vezetni Rich, 0027 nevű nézőm. És hát amit erről a tankról tudni kell, az, hogy ez ugye a 9-es szintű tank, és eléggé megváltozik itt a német nehéz tank ág. Ugyanis sokan mostanában már azt ordítják, ugye, hogy ez egy túlerős tank, OP, meg mit tudom én, mert nem lehet átütni. És ebben néha van is valami, majd itt látjuk is ezt akcióban. Nagyon-nagyon jól páncélozott. Nem csak előről, hanem még oldalról is. Azért nagyon jól lehet vele alkalmazni ezt az oldalra, kimegyünk, lepatintjuk, és utána visszamegyünk a sarok mögé manővert. Az ágyúja annyiban megváltozik az előzőekhez képest, hogy nem olyan pontos, amit ugye a 8.6-os patch egy kicsit azért kárpótol érte, tehát igazából nem is talán nem veszük észre már, hogy nem annyira pontos. Az átütése még egy kicsit gyengébb, mint a hasonló kaliberű 10. szintű ágyuk, csak 246, mármint idézőjelben csak, szerintem az bőven elég, és 490 azt hiszem a sebzés, ami nem rossz. A hátránya az talán az, hogy ennek is megvan az irtozatos nagy gyenge pontja, itt elől, ha látjátok. Meg is mutatom. Tehát ez egy hatalmas gyenge pont a tankon. Tehát annyira könnyű eltalálni, hogy hihetetlen, akkor nem tudjuk átütni, hogyha jó szögben áll. Tehát, hogyha mondjuk innen nézzük, akkor már lényegesen komolyabb szögben áll az a bizonyos alsó páncéllemez. És mint a legtöbb német tankot, ezt is fel lehet gyújtani előről, mert elől van a váltó. És ezt majd itt is látni fogjuk menet közben. Majd szólni fogok. Na de ahelyett, hogy sokat dumálok, nézzük is a meccset. A pálya az a Siegfried Line. És hát igazából itt két lehetőség van, gondolom mindannyian ismeritek ezt a pályát már. Vagy a mezőre megyünk ki, ugye az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vonal a térképen, ez inkább a közepes tankok játszótere, míg a város az inkább a nehéz tankoké. Kis pici utcák, sarkok, ideális az ilyen kidugom a fejem manőverekhez, bujócskázunk az ellenséggel, ezt itt majd szépen meg is fogjuk tenni. Na nézzük csak. Úgy tűnik, hogy sokan nem mennek balra ki, érdekes mondani, a közepes tankjaink is inkább a városba jönnek, ami nem feltétlenül jó, de hát van ez így. Úgyhogy szépen én is szeretek egyébként ide jönni, ez egy jó hely, itt mindjárt nehéz tankkal, ide jövünk a városhoz, és, illetve a falhoz, és szépen kimegyünk ezzel a bizonyos oldalra, kinézünk taktikával, hoppá, és nem fix kamerára vagyok állva, rutinosan. Kinézünk, és egyelőre nem jön semmi, úgyhogy Rich úgy dönt, hogy kimegy, ami ebben az esetben nem tűnik túl jó döntésnek, mert most ott állnak a Tigris 2 és az IS-3. A Tigris 2 kap tőlünk egyet, mi pedig puf, kapunk egyet oda előre, pont arra az bizonyos alsó páncélremezre, azt hiszem. És hát érdekes, hogy átment, őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy átfog, de biztos nagyot dobott a Tigris 2, két nem, hogy prémiumban lőtt volna. Na és az E50-es, bum, kap egyet az elejére, és nézzétek, csak már ég is, mint a tábortűz. Eltaláltuk a váltót. Szegény. Azt hiszem, hogy nem fog beégni. Igen. Uff, valaki megoldott helyettünk. Pedig szépen kidugtuk egy oldalra, és kaptunk is egy lövést, de lepatintottuk a lánctalpal gyakorlatilag, levettük lánctalpal, az IS-3 nem volt ilyen szerencsés. És most megint lelőtték. Tehát ugye az látszik ki, de ott nem tudnak átlőni bennünket, ez a szép ebben a tankban, a szupererős oldalsó páncéljában. Viszont biztonságban vagyunk, úgyhogy megvárjuk, amíg megjavítják. Ez is olyan fontos a javítás képessége egyébként a legénységen egy nehéz tank esetében, különösen a magas szintűeknél, ahol már nagyon sok épét veszíthetünk. Ez viszont egy kicsit kérdéses manőver, ez így oldalra kimenni, amikor tudjuk, hogy még ott a Tigris 2. Ezt Rich is kapásból észrevette,
és korrigálta, úgyhogy puffott a két oszlop között kidurrantunk egy szép nagyot, és megint leveszünk egyet lánctalppal. A kis tesónak nem sok esélye van ellenünk ilyen szemtől szembeni harcban. A mi ágyunk simán átmegy rajta, az övé csak akkor, hogyha jól találja el a gyenge pontokat. És hát az állás az 1-0, de mi már sebeztünk 2600-at, ami azért nem egy utolsó szempont, és puff, és már megint felgyújtottuk. Mit ad Isten, ezek a német tankok szeretnek égni előről. Ez van. Ez is olyan fontos, hogy minél legyen lánunk poroltó, mert különben bizony szívás lesz. Még esetleg az automatikusba is érdemes befektetni, mert néha az ember nem elég gyors, nem tenyer rá gyorsan a hoppáit, így esállom, a poroltóra. Na most az ISR-ra megint csak akkor tud bennünket átlőni, hogyha tökéletesen eltalálja az alsó páncéllemezt, amit most Twitch nagyon ügyesen, tökéletesen szögbe állít. Így megint csak a lánctalppal leszedjük a lövést, és az ISR-on pont megúszta. De semmi gond, mert majd feltesszük azt a lánctalpat, és utána megyünk, öreg, ne aggódj. Így van. Mögöttünk érkezik egy E50-esünk, segítségkép, és bum, és maradt 34 élete. A mákos. De nem sokáig örülhetett a szerencséjének. Kimegyünk itt, ez egy kicsit veszélyes húzásban, ez csak egy IS-6-os, semmi gond. Alapesetben nem tud bennünket átlőni, csak hogyha prémiumra vált. Kap is egy jó nagyot. És viszont egy kicsit így szépen szögben kimegyünk. Lepatintjuk, megint leszedjük lánctalpal. Nem tudom hányadik alkalom ez már. Szerintem a legénységben nagyon ünye ezt a lánctalp felrakás manővert. Biztos nagyon unalmas egy idő után. Még mindig jobb, ha meghalnának, szóval... Egye fene. Na most közben gyakorlatilag az NFL háta mögé kerültünk, illetve bejutottunk az NFL sorai mögé, ami egy ideális helyzet gyakorlatilag nekünk. Mert ezzel az ágyóval szépen a hátukba lövöldözve nem sok esélyük van. Többek között mindjárt itt egy IS-6-os, pont az oldalát mutatja. Szépen kimegyünk egy boom bele. IS-6 megvolt, 5400 sebzés, eddig 3 kill. És 7-4 az állás, nem az ágyás. Nézzük, lássuk, látjuk ezt a Succession 2-t. Sajnos nem. Kimegyünk ott egy Carnivron. És nem látjuk a társainktól, többek között pont a szakasztásunk is útban van, úgyhogy egyszerűen csak hagyjuk, ami szerintem jó döntés itt ebben az esetben. Ketten biztos elbírnak vele. Mi meg elintézhetjük ezt a VK45-öt. Ez egyik legritkábban látott tank egyébként ezekben a magas szintű meccsekben. Nagyon ritkán találkozok vele. És most nem sok esélye van, lássuk be. Így van, megint csak szép szögben érkeztünk. Levettük ismét csak lánctalpal, mert gyenge pontjára beledurrantunk és meghal. Nincs nagyon ügyesen csinálja egyébként ezt a gyenge pontra lövést. Az ő gyenge pontját viszont meglehetősen nehéz eltalálni, illetve hatékonyan eltalálni, amíg szépen szögben van állva. Addig nincs semmi gond. Na most maradt egy T-54-es ott hátul, illetve két nehéz tankjuk van, egy IS-8-as, egy KV-3 valahol itt a mező felső részén a bázisuk oldalán. Úgyhogy Rich most már ugye kicsit érzi a vérszagot, már majdnem 6000 sebzése van, és 4 killje, most csak 2-t kéne szerezni, és akkor meg lenne a Top Gun is. Ráadásul. És ott egy IS-8-as pont, nem tudom mit csinálott, fogalmam nincs, mit csinálott a tom tetején. Csőre alá, bele, pont oda, ahova céloztunk. Szeretjük a 8.6-os patchet. És maradt 726 élete. Vajon belelő valaki előttünk? Vagy megint teszünk egyet oda a csőr alá? Haha, Rich megvárja, még valaki kicsit lesebzi, de még nem lövik le előle. Kicsit kockázatos így várni. És puk, megvan, oké. Okay. Ez egy kicsit KS volt, na. Hát néha az embernek kell ahhoz, hogy meglegyen a Top Gun. Úgyhogy ez volt az 5. kill és 6731 sebzés. Hátunk mögött a T-54-et szépen körbevették, úgyhogy valószínűleg nem fog onnan kijönni élve. Így van, a szakasztásunk megölte. És már csak az a nagy kérdés, hogy ezt a KV-3-at sikerül-e le KS-elnünk rutinos emberként. Ilyenkor ugye ezt kell tenni, egyszerűen muszáj. 6731, ideális esetben simán 7000 fölé mehetünk sebzésben. Nagyon kellemes. De az IS-8-as is nagyon szeretné azt a killt. És... nagyon megy felé. Valahol itt kell lenni, az előbb a térképen láthatjuk az utolsó pozícióját. Valahol ott van a bunker mögött. Na. Igen, és közben keppelnek, ami egy alattomos dolog, nem is értem, hogy ilyenkor miért csinálják ezt az emberek. Itt amikor egy tank van, semmi esélye, és van ellene 8, akkor nem érdemes keppelni. 644, vagy megint kivárjuk, ha még... Ó, nagyon jó, valaki rálőtt egyet. De csak az a kérdés, hogy... Ah, oké, okay, az ilyesmi 8-ot leszettük.
Na, tehát így sajnos nem lett meg a 7000 sebzés, én inkább rálőttem volna. Őszinte legyek, én inkább a 7000 sebzést választottam volna, nem tudom, talán ez csak én vagyok. Na mindegy, 6000, 6 kill és 6795 sebzés. És szerintem elég jól láttuk azt, hogy ez a tank félelmetesen jól páncélozott, és ahhoz képest szerintem még mindig elég jó, elég mozgékony, és ez egy nagyon jó kis ágyú is. A gyenge pontot meg, hogyha ügyesen mozgunk, illetve megcsináljuk ezt a hátrafele kimenő manővert, akkor nem olyan egyszerű eltalálni, és hogyha jó szögben áll, akkor még átütni sem. Tehát ez egy tényleg nagyon-nagyon jó tank. Én is nagyon szeretném magam, mert sosem, valószínűleg sose fogok eljutni idáig, mert nehéz tankokkal annyira nem szeretek játszani, és az végig kellene menni a Tigrisen, illetve a Tigris 2-n, ami valószínűleg egy örökké valóságig fog nekem tartani. Úgyhogy gratulálok Ricsnek a tankhoz, és az eredményhez is. Sziasztok!